Mintegy 100 millió hrivnyát különítettek el a fegyveres erők támogatására az Ungvári Városi Tanács képviselői a testület keddi ülésén. Összesen mintegy 100 millió hrivnyát különítettünk el a fegyveres erők szükségleteire, illetve azoknak a katonai alakulatoknak a támogatására, amelyek ilyen jellegű kéréssel fordultak hozzánk. Ide tartozik a katonai toborzóközpont, valamint a városunkban található laktanyák, és azok az egységek, amelyek most közvetlenül az élvonalban vannak. A képviselők elfogadtak egy indítványt is, amelyben azt kérik a megyei tanácstól, hogy adják át a városi tanácsnak az egykori szülészet épületét. Jelenleg ez a létesítmény használaton kívül és elhanyagolt állapotban van, holott akár rehabilitációs központ is lehetne a sebesültek kezelésére, mondják a képviselők. 2013. júniusában ez az épület a Kárpátaljai megyei tanács tulajdonába került, és most is annak fenntartása alatt áll. A létesítményt nem használják. Amennyiben a város tulajdonába adják azt, mi teljesen felújítanánk és a sérült katonák rehabilitációját szolgáló intézményt hoznánk itt létre, ahol a katonák mellett a civil lakosság is minőségi egészségügyi szolgáltatásokban részesülhet. Az indítványt megszavazták, ezért most a megyei tanács döntésén múlik az ügy további sorsa. Hogy pontosan mennyi ideig tarthat az épület tulajdonjogának átruházása, még nem ismert. Mindaddig a városi tanács forrásokat fog keresni a terv megvalósításához. Miután a megyei tanács beleegyezik, több elképzelés is elhangzott, hogy mit tehetünk az épülettel. Az egyik az, hogy egy most nagyon aktuális rehabilitációs központot hozzunk létre a katonák számára. Fontos lenne a városunk egészségügyi infrastruktúrájának a fejlesztése is, hiszen a Gribojedov utcai poliklinikánk is felújítást igényel. Így hát több javaslat is van. Számítunk a pályázati lehetőségekre is. Reméljük, hogy külföldi támogatások révén sikerül felújítani ezt az épületet, és korszerű egészségügyi intézmény lesz belőle. Viszont ezek egyelőre szavak, és egyelőre nem tudok konkrétumot mondani, mert még nincsenek konkrét javaslatok. Ugyanakkor azt szeretnénk, hogy ne a költségvetésből kelljen ezeket a munkálatokat elvégezni. Az ungvári honatják az ülés során újabb 7 utca átnevezéséről is döntöttek. Az egyeztetés több hónapig tartott, de még így sem sikerült konszenzusra jutni minden új utcanévvel kapcsolatban. Az ungvári városi tanács képviselői mintegy 50 kérdést vitattak meg. A testület legközelebb március végén fog összeülni.